Nincs megtiltva, hogy nyerjünk Szombathelyen. Germán Tamás szavait idézve köszöntöm sok szeretettel Önöket a Rohonci útról, ahol perceken belül elkezdődik a házigazda haladás és a Szeged Csanád Gosics Akadémia összecsapása a Merkantilban pedig a negyedik fordulójában. Dobos Barna két helyen változtatott múlt heti kezdőjén, Simon Ádám helyett Ulá Gergő, Dobos Áron helyén pedig az imént említett Germán kapott ezúttal bizonyítási lehetőséget. Nevesítve tehát a szegediek összeállítása Takács János nevével kezdődik. Bitó, Pejovic, Germán, Grumic, Kárász, Takács Tamás, Olá, Varga Szabolcs, Deák, valamint Jovanovic alkotja a szegediek kezdőjét. A hazai a kapujában Verpec István áll, őt Tóth Dávid, Holdant Gergő, Szekér, Szalai, Simmer, Németh Milán, Csillus, Predrag Bosnyák, Mocsi, valamint Jancsó követi. A hazaiak összeállítását böngészve furcsaságnak tűnhet az, hogy Rácz Ferenc, valamint Megyes Zoltán is kimaradt a kezdőből. Ez azért különös, hiszen a két játékos 2-2 találatot szerzett eddig a három forduló során, és hát ez konkrétan annyi, mint amennyit a legeredményesebb szegedi támadó Takács Tamás szerzett eddig idén. Pajovic hátul a labdával. Takács visszafejelte, de nem tudja megtartani a labdát a Szeged, és ezzel már is kiléphet a mérkőzés elején. Szalai ellövi, és egy nagy védés Takástól. Egy perc sem kellett, és már is itt a lehetőség, az első lehetőség a mérkőzésen. 20 perc telt el a mérkőzésből. Jöhet a harmadik szombathelyi sarokrugás. Túloldalról is Szalai végezheti majd el. Ott van még a labda. És az már les. Úgyhogy hiába rúg Mocsi Attila a kapuba. Szabadrugás kifelé. Varga. Takács Tamás. Ez ügyes meglátás volt. Germán. És most ketten is jönnek a jobb oldalon. Germán inkább rászúrja messziről. Mellé. 27 percet kellett várni az első szegedi lövésre. Germán Tamás nevéhez fűződik. Mocsi. Simmer. Pajovic. Grumic nagyon mélyen lépett vissza. Előnyszabály mutatja a játékvezető. Bosnyák. Németh Milán. Vele szemben Kárász, de ott van most már Jovanovic is. Németh jobbal. Veszélyesen óriási gólt lő Németh Milán. Az első félidő hosszabbításával előnyhöz jut házigazda haladás. Németh Milán addig-addig kacérkodott a beadás gondolatával, amíg inkább úgy döntött, hogy jobban lesz kapura küldi, és hát kipókálózta a bal felsőt. Simmer befejeli középre, ott pedig Jovanovic ezt elcsípheti. Takács kapura fordul, aztán csines labdát ad Grumicsnak, aki el is veszíti ezáltal, és most lendületből jöhet a haladás. Középpályán fehérmezes fölény. Most kapja Kis, jobb oldalon jön Tóth, Kis ezt el fogja lőni jobbal. Kivédi Takács a kipattanó Tóth, azt is védi Takács. 49. perc, két veszélyes haladás lövés. Takács, hát fogalmazzunk úgy, meccsben tartja a Szegedet. 60. perc, Kis Bence tehát. Laposan középre, bal külsővel egy lövés, Németh Milán. Szombathelyi szurkolók és a játékosok egyöntetűen reklamálják, hogy sarokrugással kellene, hogy folytatódjon a meccs. Minden esetre a játékvezető ezt másként ítélte meg. Mátyus János is intéz még néhány szót a negyedik játékvezetőnek. Ebben az idényben még nem volt olyan mérkőzés, amin ne kapott volna legalább egy gólt a szombathelyi haladás. Ebben azért, ha már a másban nem is, de a statisztikába kapaszkodhat ilyenkor az elvakult szegedi szurkoló. Viszont Kis szabadon lőhet, és hát nem tudom, Takács mennyire érezte a kaput, de ez innen úgy tűnt, hogy centikkel ment csak mellé. Mint azt már említettem, Kóródi Nándor, hogyha felépül két hét múlva, akkor esetleg az ő szerepeltetése mekkora változást hozhat a szegediek támadó játékában. Az ő szerződtetése mindenféleképpen egy jó és átgondolt lépésnek tűnik. Csak hát ugye jelenleg még nem számíthat rá a vezetőedző. Tóth Barna ügyes csel, Tóth Barna ellövi, és egy óriási gólt ragaszt Takács kapujában. 2-0.
Azt hiszem nem kockázhatok sokat, hogyha azt mondom, hogy eldőlt a mérkőzés. Pedig még csak a 70. percben járunk. Csereként beállt Tóth Barna, becselezte magát a 16-oson belülre, és aztán jobbal védhetetlenül lőtte a labdát a Kács kapujába. Még a kapufa is a szombathelyiekkel volt. Pajovic ismételten. Elveszíti, ez lezsenusnak tűnt, de a hosszú oldalon belógott Deák, úgyhogy nem volt az. Tóth Barna, és egy nagy védés Takástól, de még mindig ott a labda, és aztán sikerült kivágni. Hát Tóth Barna nagyobb helyzetben rontott most, mint amiből a gólt szerezte. Jovanovic. Takács, ez most jó kiugratás, dobos. Ügyes Csel, még mindig ott van dobos. Beteszi középre, és Jovanovic luftot rúg gyakorlatilag ajtóablak zicserben 3 méterre a kaputól. Megint a két játékos játszott össze, és aztán Jovanovic röviden adja vissza a labdát dobosnak. Simon korrigálja Jovanovic hibáját. Most jött a beadás. Germán egy ollózó mozdulat, de szép volt! Verpec védett nagyot, hát ez gólt érdemelt volna. Móri Tamás lefújja a találkozót, amelyet 2-0-ra megnyert a szombathelyi haladás, és azt kell mondanom, hogy teljesen megérdemelten. Az első félidő hajrájában német Milán juttatta vezetéshez a fehér mezben játszó hazaiakat, a második félidőben pedig a csereként beállt Tóth Barna ragasztott egy óriási gólt Takács János kapujába. A szegediek Germán Tamás révén veszélyeztettek egy ollózós mozdulattal itt a végén, azt leszámítva nem igazán volt átütő erő a kék-feketék játékában. Folytatás jövő héten a Budaörs ellen a Szent Gellért fórumban, ott már tényleg nyerni kell, hogyha nem akar még jobban lemaradni a középmezőnytől a Tiszaparti együttes. Én a helyszínen dolgozó kollégáim nevében megköszönöm megtisztelő figyelmüket, és a végeredménnyel búcsúzom. Szombathelyi haladás, Szeged-Csanád-Gocsics Akadémia 2-0.